2015. június 5-e és 9-e között Kistarcsa adott otthont a Reserves, azaz az Európai Uniós Tudatosság Növelése a Pénzügyi Eszközeinek Ismertetésén Keresztül című pályázat harmadik találkozójának. Ennek a programnak az a célja, hogy a visegrádi együttműködés országai, mint Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia demokratikus átalakulásának, uniós integrációjának és civil társadalmának építésével kapcsolatos tapasztalatait átadja a keleti partnerségi országok csoportjába tartozó Ukrajnának. A Reserves projekt 5 találkozót írt elő, melyek műhelymunkákat, tanulmányutakat és egyéb szakmai rendezvényeket foglaltak magukba. Az első találkozó a Cseh fővárosban, Prágában megtartott előkészítő program volt, amit a szlovákiai Besztercebányán lezajlott workshop követett. A harmadik projektmeetingre 11 résztvevő érkezett a partnerországokból hazánkba. Őket Solymosi Sándor Kistarcsaváros polgármestere köszöntötte a találkozó megnyitóján. Szeretettel köszöntöm a visegrádi 4-es pályázati résztvevőket. Welcome, a warm welcome to all participants of the Reserves project from the Visegrad 4 and the Ukraine. A 4 nemzeten kívül, amely ugye Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország, nagy tisztelettel köszöntöm külön kárpátaljai, ukrajnai vendégeinket. Besides the V4 countries, Poland, Slovakia, Czech Republic and Hungary, I extend a warm welcome to our visitors from the Ukraine. Reméljük, ők is hamarosan aktívan be tudnak majd kapcsolódni a visegrádi 4-es pályázatokba. And I hope that they will have a fruitful cooperation with the V4 countries and soon enough they will be eligible for EU funds. A Nemzetközi Visegrádi Alap visszanemtérítendő támogatásából megvalósult programban a vendégek pályázatírói szemináriumokon és 2 tanulmányúton vehettek részt. Az előadások 2 egymáshoz közeleső helyszínen zajlottak, a település életében számos kulturális programnak otthont adó Csigaházban és a Városi Polgármesteri Hivatalban, ahol egy egésznapos konferenciára is sor került. Itt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Duna Régió Stratégiai Programért felelős államtitkársága és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Duna 2014-2020 Transnacionális Együttműködési Programért felelős osztály képviselői tartottak előadást. A találkozó résztvevői információkat gyűjthettek az európai kulturális örökség és sokszínűség megőrzésére, illetve támogatására irányuló Kreatív Európa, valamint az Európai Unió eddigi legnagyobb kutatási és fejlesztési programja, a Horizon 2020 által kínált pályázati lehetőségekről is. Szeretnénk, hogyha ez a konferencia lehetőséget biztosítana mindenkinek arra, hogy jobban megismerje egymást, illetve közös programokat, közös projekteket is szervezzenek és készítsenek elő itt a nap folyamán. I would like for this workshop and small conference to be a opportunity for all of those present to cooperate and build an international network and to be able to generate more projects and capture more funds. Miután itt több napot töltenek el körünkben, használják ki az időt és látogassák meg Budapestet, élvezzék a látványosságokat. Nagyon jó szórakozást kívánok! I hope that after doing all the workshops and being in meetings for several days, you will have the opportunity of visiting our beautiful city and Budapest, the capital of Hungary, which is just 10 kilometers from us. Sok sikert kívánok a pályázati résztvevőknek. I wish you success in your works. A találkozón Kistarcsaváros önkormányzata az Európa a polgárokért programban szerzett tapasztalatait adta át a résztvevőknek.
A pályázatírói szemináriumon a pályázási és projektmegvalósítási kérdésekről, feladatokról szóló előadások hangzottak el, olyan témákat felsorakoztatva, mint például a konzorciumépítés, projektmenedzsment, együttműködés, módszertan, nem utolsó sorban pedig a pénzügyi elszámolás folyamatai. Allow me to extend a warm welcome to our international guests from Czech Republic. We have Martin and Jan from the Ukraine. We have Natalia, Mike and Matwej. And from Poland, we have Agnieszka. This is building on what we talked about yesterday about the Europe for Citizens program and how we can utilize this financial instrument in the V4 countries, and hopefully as soon as Ukraine signs the Memorandum of Understanding, we can welcome them in the partnership as well. A találkozó lebonyolítása során Kistarcsa város önkormányzata is gazdagodott új tudással, tapasztalattal. Számos hasznos tanácsot kapott a visegrádi négyek másik három tagországának képviselőitől, főként a visegrádi alap további pályázati lehetőségeit illetően. Az új ismereteket kihasználva a város pályázott a visegrádi alap támogatására egy lengyelországi folklór találkozón való részvételhez. Amennyiben ez a pályázat pozitív elbírálást kap, az International Folklore Fesztiválon a települést a Pannonia Néptánc Együttes képviseli majd. A Resource projekt következő találkozójának a lengyel főváros Varsó ad majd otthont, az utolsó állomás pedig Ukrajnában, Ungváron kerül megrendezésre.